A Kecskemét lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését, Dunaszfa, DTKH, Szedeák, Szeged, 73-88 volt a végeredmény. 2008-ban alakult meg a Kesély, a Kecskeméti Sportiskola, a hétvégén tartották a 15. tanévnyitót. Szombaton tartotta évnyitóját a Kecskeméti Sportiskola a Kesi. A Messzi István sportcsarnokban a szülők, edzők jelenlétében mondott el köszöntőjét és évértékelőjét Fritz Ágnes, szakmai igazgató. 2008-as megújulásunk óta az idő nagyon gyorsan elszaladt, és még sokak szemei előtt ott lebegnek a kezdeti lépések, izgalmai. A sok munkának, a biztos háttérnek köszönhetően, azonban ez az idő a folyamatos fejlődéssel és a bővüléssel telt. Az idei évben köszönhetjük a legtöbb új kis sportolónkat az ünnepélyes évnyitónkon. Számszerűen 270-en csatlakoztatok hozzánk, és választottátok valamely sportágunkat. Továbbá büszkék vagyunk arra is, hogy 12 kesis növendékünk képviselte magát és az országunkat címeres mezben nemzetközi utánpótlás világeseményeken, és korábbi sportolóinknak szurkolhattunk felnőtt világeseményen. Szurkolhatunk Palkovics Pistinek, Németh Matyinak, Stranka Leventének, Kis Grétinek és Vezsenyi Adriennek is. A korábbi nagy fejlesztések után az idei szezonban a birkózóink és az asztali teniszezőink edzőcsarnokát újítottuk fel, valamint a sporttudomány felé nyitottunk. A sporttudománynak nagyon sok ága van, amely folyamatosan fejlődik, és mi igyekszünk nyitott szemmel járni, hogy minden lehetőséget megragadjunk a fejlődésetekhez. Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő a város nevében szólt a fiatalokhoz. Nem a válogatottságnál és nem az olimpiai aranynál kezdődik a sportnemzet. A sportnemzet az veletek kezdődik. Kedves fiatalok, én úgy gondolom, hogy a város, illetve a Kesi mindent megtesz azért, hogy ti méltó körülmények között edzetek. Innentől kezdve rajtatok múlik, hogy mit értek ebbe az évbe. Az ünnepség végén díjazták az elmúlt év legjobb sportolói. Az 1350 tanulónak most becsöngettek, és megkezdődött a Kesi 15. tanévre.